Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban megmutatjuk, milyen újdonságokkal bővül a Szóra Katinusz Játékmúzeum állandó kiállítása. Holnap mutatják be a Rendőrfalu története a kezdetektől 2018-ig című könyvet a Katona József Emlékházban. Vendégünk lesz az egyik szerző, dr. Pap István. Valamint megmutatjuk, miről szól az ökumenikus imahét, amelynek idén a református testvérek adnak otthont. Tartsanak velünk! Szombattól ismét látogatható a Szóra Katinusz Játékmúzeum és műhely állandó kiállítása. Az érdeklődők egy teljesen megújult, interaktív elemekkel kibővített tárlatot tekinthetnek majd meg. Javában zajlanak az utolsó simítások a Szóra Katinusz Játékmúzeum és műhely kiállító termeiben. Január 26-án szombaton nyitja meg a kapuit az intézmény új, minden eddiginél nagyobb állandó kiállítása, amely az Antanténusz Szóra Katinusz fantázia nevet kapta. Hosszú évek óta készülünk, hogy megújítsuk állandó kiállításunkat, és megragadtuk az alkalmat, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériumának van egy ilyen támogatási formája, a Kubinyi Ágoston program egészen pontosan, aminek keretében az önkormányzatok által fenntartott múzeumok állandó kiállításait is felújíthatják. Ezt a támogatási összeget céloztuk meg 2 évvel ezelőtt, és 2 ütemben kapott a Szóra Katinusz Játékmúzeum és műhely támogatást. Ez az összeg egyrészt a környezet felújítását szolgálta, másfelől pedig az állandó kiállításunknak a megrendezését, új vitrinek fölépítését. Az eddigi kiállított tér is kibővül. A Szóra Katinusz galéria részére is vitrinek kerültek, így a tárlat jóval színesebb képet mutathat a látogatóknak. A múzeum kezelésében lévő gyűjtemény bemutatásában sokat segítenek majd a beépített tabletek és webkamerák, valamint modern vetítők teszik majd még interaktívabbá az állandó kiállítást. A főszerep azonban továbbra is a játékoké marad. Ha csak a mennyiséget mondom, mostanára 60 ezer tárgy van a gyűjteményünkben, és maga a gyűjtemény, a Szóra Katinusz gyűjteménye 40 esztendős, tehát körülbelül egyidős az intézménnyel. Azóta lett a 40 ezeres gyűjteményünk, és maga a gyűjtés témája is folyamatosan változik. A gyűjtés témája emellett pedig az érdeklődés tárgya is folyamatosan változik, hiszen a különböző generációk mindig a saját gyermekkorukat idézik föl, azt szeretik újra látni, legalábbis már a felnőtt generációkra gondolok, akik már nem gyermekek, és ilyen módon mindig újabb tárcsoport kerül a figyelem középpontjában. A játékmúzeum dolgozóinak egy nagy álma válik most valóra az intézmény megújulásával. A gyűjteményünknek új darabjai kerülnek bemutatásra. Másrészt örülök nyilván annak, hogy 40 év munkáját tudom. Most itt a saját munkámra is gondolok, de természetesen sok szakemberrel dolgoztam együtt. 40 év munkáját tudom összefoglalni benne, mert hiszen ilyenkor nem csak az emberek jutnak eszembe, amerre jártam, és ahonnan a játékok valók, hanem olyan praktikus dolgok is előkerülnek, hogy évek alatt tárgyanként restaurálhatott az ember, és most milyen jó, hogy szép állapotban kerülhet bemutatásra az a tárgy. Ennek az alapos munkának végül mi látogatók leszünk a haszonélvezői. Január 26-ától mindenkit egy új izgalmas állandó kiállítás vár a Szóra Katinusz Játékmúzeum és műhely épületében. Pénteken mutatják be a Rendőrfalu története a kezdetektől 2018-ig című könyvet a Katona József Emlékházban. Vendégünk dr. Pap István, a könyv egyik szerzője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi hívta életre ezt a kötetet? Ugye már nem az első kiadás. Nem az első kötet, mert egyet 2 évvel ezelőtt megjelentettünk, de amikor a Rendőrfalu története megjelent, akkor kiderült, hogy korántsem teljes. Egy csomó családtörténet kimaradt belőle, és folytattuk tovább a munkát, és most értünk olyan fázisba, amikor
úgy gondoljuk, hogy amit meg lehetett, meg akartunk írni, az már megvan, és egy bővített második kiadásban az elsőt is beletéve a második bővített kötetbe, és újabb 33 családtörténettel kiegészítve a családtörténeteket, mintegy 130 oldallal bővebben tudtuk megjelentetni ezt a kötetet. Kiknek szól ez a könyv? Hogy tömör legyek. Egy ajánlásban foglaltuk össze. Ajánljuk ezt a könyvet a valaha itt élt, de már örökre eltávozott rendőrfalusiak emlékének, a ma máshol élő elszármazottaknak, a városrészben jelenleg lakóknak, a felsoroltak rendőrfaluban, bárhol az országban vagy a nagyvilágban élő leszármazottainak, és azoknak is, akik ezután lesznek a városrész lakói. A kecskeméti polgár tiszteletével dedikáljuk kiadványunkat Kecskemét megyei jogú városnak, amelynek földrajzi, történelmi és közigazgatási örök része a rendőrfalu. A könyv hogy igyekszik megfogni a városrész hosszú történetét? A könyv az onnan indul, hogy pusztaság, volt meg temető, majd a környéken megtelepülő gyárak, a vasgyár, a gyufagyár, a konzervgyár és a már ott működő téglagyárak kettő is munkásainak elkezdtek építeni házakat. Ez mikor volt egyébként? Ez a 19. század első évtizedében. Akkortól kezdett fejlődni, kialakulni a rendőrfalu, és hát utána jött egy 25-30 éves fejlődés a második világháború előtt, vagy világháborúig, majd azután a pártállam első két évtizede, majd a konszolidált évei annak a korszaknak, és utána pedig a rendszerváltás és az utáni évek. Így osztottuk föl, de külön szólunk az iskola és az óvoda történetéről, a hitéletről, a kulturális életről és a sportról. Ez külön alfejezetek foglalkoznak ezzel. Akkor el is érkeztünk a könyv szerkesztési elvéhez. Hogyan gyűjtötték ezeket a történeteket? Hát könyvnek az eleje az a rendőrfalu történetével foglalkozik. Ezt Károly Falvi József tanár úr írta, és a második rész a legterjedelmesebb, az családtörténetekkel foglalkozik. Ezt részben úgy gyűjtöttük, hogy ha valaki vállalkozott arra, hogy saját maga megírja a családtörténetét, azt örömmel fogadtuk, de hát ez volt a kevesebb. Viszont az oral historira támaszkodva meséltettük a rendőrfalusiakat, és mi megvállaltuk, hogy hangrögzítés után, vagy rögtön a mese után leírtuk, amiket elmondtak, fotókat kértünk hozzájuk, és mi szerkesztettük meg ezeket az anyagokat, és így alakult ki a terjedelmes kötet. Azért érdekesek a családtörténetek, mert mindegyik mikrokozmosz a makrokozmoszban. Korrajzok ezek a családtörténetek. A történelem általuk is, velük is megtörtént.
és nem szerettük volna, ha feledésbe merül, mert úgy gondoljuk, hogy a múltat nem lehet sem elfelejteni, sem valamilyen módon elhallgatni, mert a múlt benne van a jelenben, és befolyásolja a jövőt. És mi úgy gondoltuk, hogy ennek a városrésznek van olyan és annyi múltja, ami megéri azt, hogy megmaradjon, ne merüljön feledésbe. Többes számban beszél, meséljen még nekünk a társszerzőkről. A társszerzők. Az ötlet Varga Erzsébet fejében New Yorkban fogant. Rendőrfalusi születésű, itt élt, él népes családja, és úgy gondolta, hogy ha Kodály és Bartók fölgyűjtötte a népzenét, akkor nem lehetne-e Rendőrfaluban gyűjtőkörútra indulni. És megbeszélte ezt Károlyfalvi tanár úrral. Károlyfalvi tanár úr vevő volt rá, mint történész, majd Facebook csoportot alakítottak Solymosi Józseffel, és a Facebook csoport elkezdett dagadni, egyre több fotót, illetve történetet írtak le, adtak át, és kezdett kialakulni az, hogy ebből lehet könyv. Aztán engem megkértek arra, hogy írjam meg a családtörténetünket, mert hát én 1965-be kerültem csak oda, én vagyok a legkésőbbi bevándorló a rendőrfaluban, és amikor ezt megírtam, akkor kértek arra, hogy más családok történetének megírásában is segítsek. Mondhatnám úgy, hogy én belesodródtam ebbe a tímbe, és nagyon örülök neki, hogy belesodródtam, mert remélem, hogy sikerült valamennyivel hozzájárulni ennek a kötetnek, vagy ezeknek a köteteknek a megjelenéséhez. Hány tagnál jár egyébként most ez a Facebook közösség? A Facebooknak most már több mint 500 tagja van. A legutóbbi adat 505 volt, amire emlékszem, és hát tartják a kapcsolatot. Japántól Dél-Amerikán keresztül, Észak-Amerikából, tulajdonképpen a világ minden tájáról vannak a Facebook csoportban, és hát nagyon-nagyon élénk információcsere folyik ebben a közösségben. Mit tudhatunk meg a holnapi bemutatóról előzetesen? A holnapi bemutatón mi a könyvről úgy beszélünk, hogy én elmondom azt, hogy a könyv egészében mit tartalmaz, milyen elvek alapján készült el, utána Károlyfalvi tanár úr a történeti részről, Varga Erzsébet a családtörténeti részről, és Solymosi József pedig a Facebook csoport tevékenységéről fog röviden szólni. De azt is elmondjuk, hogy ennek a könyvnek a megszületése különös. A szerzők mögött nem áll jogi személy. Pályázni sem tudtunk, és szponzorok keresése, meg olyan úton pénzszerzés az Nagy Lászlóval szólva nekünk nagy szégyen. Így hát azt az utat választottuk, hogy azok a rendőrfalusiak és nem rendőrfalusiak, akik tudták, hogy ez a könyv megjelenik, megrendelhették.
és az ő megrendeléseik alapján és befizetéseik alapján jelentettük meg, rendeltük meg a nyomdában, és holnap átvehetik a könyveket ott a Katona József emlékházban, és újabb megrendelések is lehetségesek, mert utánnyomása több lépcsőben is lehetséges ennek a könyvnek. Egyelőre 90 könyvnek van gazdája. Gratulálok a kötethez, és sok sikert a holnapi könyvbemutatóhoz is. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én köszönöm szépen a rendőrfalusiak és a magam nevében is a lehetőséget. Kecskeméten január 21-én hétfőn kezdődött meg az ökumenikus imahét, amelynek a református templom ad helyet idén. Az Isten tiszteletek anyagát 2019-ben az indonéz keresztények állították össze. Hiszük, Uram, hogy lélek és élet a te beszédet. Szerdán este ismét közös imára gyűltek a keresztény felekezetek hívei a református templomban. Ahogyan a világon mindenhol, a híres városban is az indonéz keresztények által összeállított központi ige köré csoportosított gondolatokat és szemelvényeket hallhatják a hívők. Hosszú évtizedek óta megrendezésre kerül ez az alkalom. Minden évben január közepén, január végén vannak az ökumenikus imahetek. Ez egy egyetemes alkalom, ami azt jelenti, hogy az egész világon megrendezésre kerül a keresztény közösségekben. Ehhez csatlakozik a magyarországi mozgalomnak a tagja is, a történelmi felekezetek és azok a felekezetek, akik ehhez csatlakozni tudnak. Kecskeméten 5 felekezet van jelen. Az idei évben 2019-re az indonéz keresztjének állították össze az ökumenikus imahétnek a témáját. Minden évben más és más közösség állítja ezt össze. A tavalyi évben a Latin Amerikából érkezett ez a tematika. Az indonéz testvérek most 3 fogalom köré csoportosították ezt a témát. Az igazságosság, a törvény és az Isten rendje. Hogyan jelenik meg mindez ebben a világban, amelyben élünk. A szerdán este egybegyűlt hívőket Kuti József, a kecskeméti református egyházközség vezető lelkésze köszöntötte, mint stábunknak elmondta, remek lehetőség ez a közös hit megélésének, és minden nap sokan látogatják az Isten tiszteleteket. Ez nem csupán egy találkozásról szól, hogy emberek találkozunk egymásról, hanem az ima hétben az ima szó az különösen hangsúlyossá válik, tehát ez egy spirituális közösség alkotás is. Keresztény közösségek, a Szent Háromság hitvallása alapján háló közösségek vagyunk együtt, és ez egy fontos lelki élmény, egy nagy-nagy lelki gazdagodás az, hogy a közös imádságban is megmutatkozhat az egységünk, az az Isten, aki minket egyformán, egyként lát. Ez az Isten, ehhez az Istenhez szólhatnak az imádságaink, szólíthatjuk meg őket ezekben a kiemelt témákban. Mennyire jellemző az egyébként a hétköznapokban, amikor nem ökumenikus imahetet tartanak, hogy a felekezetek kommunikálnak egymással, vagy éppen közös programot szerveznek? Kecskemét büszke arra, hogy a városban élő felekezetek, egyházi vallási felekezetek jó békességben éltek, mindenkor is törekedtek erre a jó békességre. Ez ma is így van, és a hétköznapokban is jellemző az, hogy egy testvéri viszony van a gyülekezeti tagok között, a lelkipásztorok egy kollegális viszonyban vannak egymással, folyamatosan számon tartjuk azokat a nehézségeket, örömöket, amik a más-más felekezetet jellemzik, a másik közösség életében jelen vannak. Így tudjuk egymás terheit is hordozni több-kevesebb erővel, ahogyan kinek-kinek adatik. A református templomba szombatig várják a hívőket ökumenikus istentiszteletekre, minden nap 17 órakor. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Harminchét ember ült ismét a vádlottak padján a kecskeméti járásbíróságon okirathamisítás és hamis okiratokkal való visszaélés miatt. Moldovan Katalin 16 éves magyar színésznő eltűnésének híre robbantotta fel az internetet a napokban. A lányt Tiszakécskén látták utoljára egykori nevelő családjának otthonában.
Szerda reggel óta áll egy összetört autó a Rigó utcán, mivel ha a tulajdonos nem hajlandó elszállítatni. Az eset nem ritkaság, de zavaró, és sokan nem tudják, milyenkor a helyes eljárás. Álhírek jelentek meg a Gyoddal, azaz a gyermekek otthon dolgozási díjával kapcsolatban. Több oldalon is arról folynak a spekulációk, hogy kik lesznek, akik majd eleshetnek a támogatástól, pedig ez a veszély senkit nem fenyeget. Legalább fél évszázada végzett pedagógusok jelentkezését várják a városi önkormányzatnál, mivel szeretnének díszdiplomát ajándékozni számukra. Kedves nézőink, a hírórával holnap is várjuk Önöket este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Holnap is számítunk megtisztelő figyelmükre. Köszönöm szépen, hogy ma velünk tartottak. Viszontlátásra!